Mikló Balázs amatőr gokárt versenyző jó úton haladt, célja a verseny gokártos, majd a formaautós karrier felé. Idén az amatőr bajnokságban 5 futam győzelem és ugyanennyi pole pozíció a mérlege, tanulmányaiban pedig a versenymérnöki képzettségre hajt. Ő a vendégem, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Gyönyörű trófeákat látok itt az asztalon, amelyek nyilván a tieid, ezek mikoriak, honnan valósiak? Hát az egyik ugye a tavalyi bajnoki címért, és a másik is. Szóval két bajnoki trófea ez így gyakorlatilag, és nagyon úgy tűnik, hogy jó úton haladsz, ugye, hogy megszerezze a harmadikat is. Hogy érzed most ezt a 2015-ös szezont? Hát nem tudom, most ugye két kategóriában is indulok. Hát megpróbálom ugye minimum az egyiket, főleg az egyel erősebbet, azt ugye nagyon megszeretném. Most ugye első-második helyen állok, az erősebb most csak a második helyen, ezt egy kicsit sajnálom, de... Hát még sok van hátra, még minimum 8 futam körülbelül, és azokon majd megpróbálom a legjobb teljesítményemet nyújtani. Nagyszerű. Picit beszélnek Balázs arról, mert nem vagyunk annyira otthonosak a gokártban, mint te, hogy mi ez a két kategória, mi közöttük a valós különbség, hogy képzeljük ezt el? Hát igazából nincs közöttük semmi, ugyanazok a gokártok, csak ugye a súlykülönbség, mert az sokat számít. És igazából csak ennyi a különbség, meg hogy mikor megy a verseny. És akkor, amikor azt mondod, hogy az egyik a nehezebb, akkor az mit jelent, hogy te ott alacsonyabb súlyjal vagy jelen, vagy a, mi a különbség, tehát hogy értsük igazából, hogy mi a valós különbség. Hát igazából még erőkülönbség is van köztük, mert ugye minél nagyobb kategória, annál nagyobb a tapasztalat. És ugye éppen ezzel az egyesben egy kicsit nehezebb nekem, nekem nincs olyan tapasztalatom, a többieknek igen, de viszont súlyban van egy kis előnyöm, egy kicsi. Egy picike. Ez meddig tarthat? Ez változik, ahogy te magad is nősz? Hát 12 éves vagy, ugye? Igen. Hát akkor még bőségesen növésben és hízásban leszel értelemszerűen. Szóval akkor itt most mi lenne jobb, hogyha minél tovább tudnál tartani ezt a súlyodat, vagy éppen ellenkezőleg? Hát leginkább próbálnék minél alacsonyabb súlyt, mert az ugye G-hatásoknál meg ezeknél is úgy segít, minél alacsonyabb súly. És próbálok minél több tapasztalatot szerezni, hétvégenként járok, ugye csak úgy, gokartozok, hétvégén, hétköznap, minden percben gokartoznál, ha lehetne. Azt hallottam, aztán javíts ki, rosszul tudom, hogy azon kevesek közé tartozol, aki egyrészt nagy örömödre találkozhatták alában Kispál Tamással, ugye? Igen. Meg is verted őt? Le is győzted őt? Ez igen. Igaz? Na hát ezt na azért ne hülyeskedj, ez hogy történt? Hát azért az is benne volt, hogy én azon a pályán már voltam. Na jó, de azért Kispál Tamás nem egy kezdő, nem. Maradjunk abban. Szóval hol volt ez, melyik pálya volt? És hát hogy az Eurocenterben. És jó, azelőtt már voltam 2-3-szor, és ugye nagyon nagy mázink volt, mert apukám barátja ezt így megtalálta, és nagyon gyorsan szólt is nekünk, hogy menjünk el, és elmentünk, és ugye ott ugye ketten vertük, azt hiszem, még egy nem tudom melyik formula versenyből megy a srác, de őnek is sikerült, és akkor ugye nagyon örültem, és ugye még beszélgettem vele egy kicsit, aztán még egy-két aláírást is elcsentem gyorsan. Értem. És ez akkor ez egy nagy trófea, hogy sikerült őt legyőzni egy ilyen jellegű? Nekem nagyon megnövelte az önbizalmat. És ő mit szólt ehhez? Mi volt a véleménye? Hát azt mondta, hogy remélem majd néhány év múlva megtalálok majd a Formula 3 és felesnél. És akkor komolyban farkas szemek néztek majd mindenképpen. Na hát egy picit beszéljünk arról valóban, Balázs, hogy mik is a te hosszú távú terveid. Ugye most azt tudjuk, hogy két kategóriában indulsz, kicsit sajnálod, hogy nem vezetsz mind a kettőben, de majd ezen még fogsz változtatni. Ez azt is hozhatja, hogy idén akár két kategória bajnoka is lehetsz akár? Hát én nem tartom kizártnak, de mindkettő kategóriában ott van egy nagyon erős ellenfél nekem. Szabad ugye, tudni a nevét? Pap Dávid Róbert, nagyon nehéz, nagyon jó versenyző, nagyon technikás, nagyon jól védekezik, támad. Hát én minél többször megpróbálom az időmérőn egy kicsit meglepni, és onnantól kezdve ugye jól tudok védekezni. Világos, tehát hogy pole pozíciókat szerezni, mint ahogy eddig is hallhattuk, ugye, hogy ebben is elég erős vagy, sőt, mi több. Igaz az, hogy gyakorlatilag 2013-ban majdhatni, hogy újoncként sikerült ugye az év legjobb edzésmenője
És legtöbb polpozíciót szerző versenyzője díjat elnyerted? Hát polpozíció ugye az volt, és a második egy döntött, azt hiszem. Na most mondd meg nekem, légy szíves, hogy hogy van ez, hogy valaki erre a dologra hogyan születik? Tehát mik azok a autóversenyző gének, ami alapján kiderül, hogy valaki tehetséges egy ilyesmivel, szerinted? Ezt nem tudom. Igazából azt kell megnézni, amikor elsőre beül, akkor utána milyen örömmel száll ki. Tehát, igen, tehát, hogy ilyen az arca, vagy ilyen, ugye? Igen. Tehát, hogy tetszik, vagy nem tetszik. És igazából ugye kell, hogy valami hajtsa. Uh-huh. Engem azt hajtott még a Budaringen egy ilyen kis gokart, semmi verseny, hogy apukámat megkeverni. És ugye, elkísért téged, és nem akart beülni, hogy beszélgessünk, de nem baj, majd te most elmondod, hogy vajon. És amint sikerült, azóta meg azt hajtott, hogy távolodjak. Értem. Időben. Tehát mindig volt valami. Igen. Tehát egyrészt először legyőzni, aztán te meg minél messzebbre kerülni. Hát most meg gondolom, hogy már nem ellenfél apu, ugye? Tehát ha most egy best felé beülnétek, vagy azért még... Hát még azért van, hogy meg tud lepni. Komolyan? Igen, egyik verseny. Jó. De gondolom előbb-utóbb az a cél, hogy ő már ne legyen neked ellenfél, hanem a komoly versenytársak legyenek igazán azok. Milyen út vezet innen tovább? Hiszen ugye azt hallhattuk a bevezetőben, hogy persze természetesen jó dolog ez a gokárt, tudjuk azt is, hogy ugye Schumacher testvérek is így kezdték a pályafutásokat, és persze meg nagyon sok kiváló autóversenyző, de hogy ugye formaautók felé szeretnél haladni. Van a fejedben már valami elképzelés, hogy mikor lehet átülni, és milyen formaautóba, és mi lenne a végcél? Hát nem tudom, én már egy-két év múlva szeretnék a versenygokartba minimum egy-két versenyen részt venni, aztán, hogyha ott jó eredményeket érek el, akkor ott ugye még lenyomok egy-két évet, és utána megpróbálnék egy Formula BMW egy-két tesztet, meg utána a versenyeket. És ugye itt szeretném minden egyes évben feljebb. És van már valami elképzelésed? Mert mondjuk persze az egy dolog, tegyük félre azt, hogy ez mondjuk mibe kerül, ugye? Mert hát az sem egy igazán lényegtelen kérdés, de mondjuk azt, hogy legyen az a mesebeli tündér a helyzete, hogy itt varázsütéssel azt mondja, oké, rendelkezés rá minden, ami kell. Akkor hogy képzelnéd el most 12 évesen a te pályaívedet? Tehát túl a gokártos pályafutáson begyűjtve az összes létező bajnoki cím, ami lehet, Formula BMW, majd utána? Hát utána ugye nem nagyon, utána nem tudom nagyon, hogy milyen ágak vannak, de ugye sokféle ág van, ugye versenygokartból akár ilyen túraautóba is juthatok, úgyhogy nem tudom igazából. De igazából a pályaversenyek érdekelnének inkább? Igen, inkább azok. Világos. Akkor most kijelenthető az, hogy hosszú távon azért te valahol igazán álmaidban a Forma 1 után vágyakozol? Igen. Aha, jó, akkor hát persze nyilván ehhez az a testalkatodnak is majd igazodnia kell, bár most már azt gondolom, hogy ez sem akadály, mert ott is látunk azért kisebb, nagyobb, magasabb, alacsonyabb versenyzőket, tehát az igazán kiváló között is van mindenféle fajta testalkotó és tehetségű versenyző. Van-e ott példaképed? Hát nem tudom ezt igazából. Ugye 2010-es években még Fernando Alonso volt, tavaly Daniel Ricciardo, mert ugye meg tudta lepni a Mercedeseket, és meg mindig mosolygott, meg én nagyon optimistán. És ez szimpatikus, gondolom. Igen, neked, és még idén is, még ő a példaképpen. Tehát akkor tulajdonképpen inkább személyhez kötöd a preferenciát, nem márkához? Igen. Értem, tehát nem egy csapatnak, meg egy márkának szurkolsz, hanem egy személyiségnek. Egy picit akkor még beszéljünk arról, ugye, hogy itt egyéb hosszú távú célok is vannak, méghozzá ugye egy versenymérnöki képzettség. Ugye azt tudni lehet, hogy azért Magyarországon ugye a kifejezetten az autómérnöki képzés, amennyire én tudom, hihetetlen magas színvonalú. A nagy komoly autógyárak már mondhatni, hogy második, harmadik évfolyamból szipkázzák el a komoly szürke állományú tanulókat is. Tehát neked az a célod, hogy az autót ne csak így ismert, hanem alkatrészről alkatrészre? Igen, én nekem nagyon ez a célom, ugye szimulátorokban is próbálom én magam állítani, úgy nagyjából próbálgatom. Úgyhogy azt is próbálom fejleszteni, de leginkább a vezetés az, ami motivál. Világos. Ehhez egyébként azért nyilván nem lényegtelen, hogy az ember bizonyos, mondjuk kifejezetten reáltantárgyakból jó legyen. Ezek hogy mennek neked? Hát még az elején vagy ezeknek igazából, nyilván fizika, matematikának, nyilván a keményebb dolgai még várnak rá, de sulira azért van idő a gokártozás mellett? Hát igen, az az első, ugye arra nagyon készülök, ugye próbálok edzeni is, de
tanulásból sose próbálok elvenni időt, tehát azt úgy mindig próbálom megtartani. Jó, rendben. Hát akkor Balázs, azt kívánom neked, hogy ez a nagyon tudatos építkezés, ahogy látszik, hogy a kis pályafutásod elindult, és amilyen sikereket eddig elértél, ez maradjon ennél a tempónál, távolodjál aputól minél jobban, és közel legyél a céljaidhoz, amennyire csak lehet. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Eljöttél.